összekuszálódott élet. Bár csak ne lenne soha igaz ez a miénkre, de amikor a Zsoltárok könyvéhez érjünk, és ott az 51., 52., 53., 54. Zsoltárokat olvassuk, valami ilyesmi cím illik leginkább ezekre. Hiszen a Zsoltár szerző Dávid élete soha nem volt olyan bonyodalmas, olyan igen összekuszálódott, mint amit ezek a Zsoltárok mutatnak be. Különleges bajok, különleges szerencsétlenségek, akaratlan tragédiák, és az ember még maradjon ép, az ember még maradjon egészséges, maradjon reménykedő. Vajon lehetséges ez? Az 52. zsoltár Dávid tanítása, és talán azt a címet is adhatnánk neki, hogy mond ki, beszélj róla, Istennek, Istennel, ne hagyd, hogy téged emészen az, ami téged ért, vagy amit te tettél hallgassuk meg az 52. Zsoltárt. A karmesternek Dávid tanítása abból az időből, amikor az Edomidóig elment, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondta neki. Dávid Ahimelek házába ment be. Mit dicsekszel gonoszság oldal, ó, te nagy hős! Isten kegyelme szüntelen megmarad. Ártalmamra vagy te, ármánykodó nyelved, olyan, mint az éles borotva. Inkább szereted a gonoszt, mint sem a jót, és inkább hazugságot mondasz, mint az igazságot. Szeretsz minden ártalmas beszédet, és állnak a nyelved. Romlást hoz rád, Isten végleg, megragad, kigyomlál hajlékodból, és kiszaggat téged gyökerestől, az élők földjéről. Látják ezt az igazak, és félnek, és ő rajta nevetnek majd. Íme egy olyan férfi, aki nem Isten fogadta erősségévé, hanem nagy gazdagságában bízott, és gonoszságában volt az ereje. De én olyan vagyok, mint a zöldellő olajfa Isten házában. Bízom Isten kegyelmében örökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy így tettél, és Szentjeiddel együtt nevedben reménykedem, mert jó. A Zsoltárban már a címben egyértelműen megjelenik egy másik szereplő, Dávid Zsoltára, de egy korabeli ismerőséről, a király Judor egyik szolgájáról, Dóégról tesz említést, aki egyértelműen negatív, hát nem hőse, hanem szereplője a Bibliának. A történet Sámuel első könyve 22. fejezetében olvasható, és nem egy akármilyen történet, hiszen egy valódi tragédia, amiben hát nem is a véletlenek összjátéka, hanem bizony Amiről itt a Zsoltár az első verseiben olyan gyakran visszatérően beszél, ármánykodó nyelv, a beszéd, mint éles borotva, a hazug beszéd, az ártalmas beszéd, az álnok nyelv. Igen, igen, jól halljuk. Szóval a kommunikáció, a rosszindulatú kommunikáció okozta ezeket a bajokat nem csak Dávidnak, de rajta kívül több mint száz embernek még. A Zsoltár főszereplője, tehát Dávid szavai szerint, első ránézésre doég. Királyi ember, aki ott van Nób nevű településnél, amikor az üldözött Dávid megpihen, és Akimélek paptól segítséget kér. Akimélek imádkozik érte, az úr vezetését kéri rá, majd étellel kínálja, és a hajdan legyőzött nagy filiszteus hős Góliát kardját ajándékozza Dávidnak. Három szolgálatot tesz tehát Akimélek pap Dávidért, mivel Dávidról mindenki azt tudja, hogy a király udvarából való Saul veje, ráadásul Saul lelki problémáiban is a leghűségesebb támasza, szóval eszébe sem jutna, meg sem fordul a fejébe, hogy ő ezzel rosszat tesz. Azonban ott van Dóég, akiről Dávid tanítása szól, aki látva ezt elárulja Akimélek papot Saulnak, hogy Saul maga elé hivassa a Nóbban lévő papokat, az összeset, 85 embert, majd lemészároltassa, éppen magával doéggal, hiszen a király udvarában lévő többi ember az őjétek őket parancsra nem mozdul, hanem, hanem valamiféle belső egészséges gátlástól vezérelve tiszteletben tartja Isten papjait. Így doégra, a gonosz ártalmas nyelvű emberre marad az a feladat, hogy amit főzött, azt tálalja vagy egye. Szóval ő mészárolja le Nób összes papját. 85 ember. Majd utána Nób települését is felszámolják, megszüntetik, kegyetlen ítéletet hajtanak végre. Az ember nehezen tud felfogni egy ilyen történetet. Dávid ártatlan. Dávid menekül, Dávid Saulnak szeretne segíteni, de nem tud. És amikor egy ember neki segít, akkor az a Dávid akarata ellenére, de miatt a bajba kerül. És itt a baj szó azt hiszem egy nagyon erőtelen kifejezés erre a tragédiára, ami 85 embert és családjaikat érinti. Mit dicsekszel gonoszságoddal, óta nagy hős, mondja Dávid a Zsoltár harmadik versében. Doégról szól a zsoltár. Doéjék tulajdonképpen korunk hőse. Mindegy, bármit megtesz, csak legyen híres. Lojális végsőkig a hatalomhoz, azt mondja, amit az uralkodó hallani akar, csak beszéljenek róla, csak bízzanak benne, csak észrevegyék. Doéjék az a fajta tipikus percemberke, akinek nincsenek belső iránytűi, mert önmagát sem látja, ismeri helyesen. Nem tudja, mi a jó és mi a rossz, nem tudja, hogy ő maga is értékes vagy értéktelen, de ha majd mások beárazzák és rátesznek egy nagy árcédulát, akkor boldog lesz, mert ezek szerint értékes. Nagy veszélye van annak, amikor nem tudjuk az értékünket. Isten kegyelme szüntelen megmarad, mondja a harmadik versben szinte ellenpontszerűen Dávid, a nagy hős, korunk hőse, a gonoszsággal dicsekedő dojég alternatívájaként. Isten kegyelmében maradni mindig, mindig, mert más nem adhat értéket egy embernek, egy jellemnek, egy egyéniségnek. Az ember a pillanatnyi sikerekért, tapsért, elismertségért, hatalomközelségért vagy gazdagságáért, Akár kifordul önmagából, és ha tükörelé kéne állnia, nem tudná pontosan, hogy ki néz vele szemben. Nem ismeri önmagát. Nem ismeri az indulatait, nem ismeri az érzelmeit, nem ismeri tulajdonképpen a szándékait sem. Csak vegyék már észre. Hogy mennyire tragikus tud lenni egy ilyen ö, emberi állapot, arról Dávid a következő belsőekben szól hiszen az ilyen ember ármánykodó nyelve olyan, mint az éles borotva. Inkább szereti a gonoszt, mint sem a jót, összekeveri a dolgokat, de ez nem az a fajta ártatlan összekeverés, hanem az inkább szereti. Ha kell, akkor a könnyebb irányba hajlik, inkább mond hazugságot, mint igazságot. Az ártalmas beszéd és az álnok nyelv valahol hozzátartozik ahhoz, ami a szívében van. Tanácstalanság, káosz, önzés, és reménytelenség. Távid nem tud mit kezdeni ezzel az emberrel. Egy Zsoltárt olvasunk, miközben észesen vesszük, hogy tulajdonképpen ez egyáltalán nem egy imádság. Nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy mi az, hogy imádság. Egy definíciót, egy meghatározást mondani rá, mert igazából azért elmondhatjuk, hogy minden Zsoltárban, a 150 Zsoltár közül van valamiféle ima gondolat vagy mondat, sőt van amelyik egészében egy Istennel való beszélgetés, de nem minden Zsoltár imádság. Erre példa az 52. Zsoltár is. Jelképesen maga elé ülteti, állítja Dóégot, és, és keserűen szól hozzá a harmadik verstől kezdődően egészen a hatodik versig, mintha vele állna szembe Dávid. És azért azt gondolom, hogy van ennek egy, egy egyfajta nagyon érdekes tanulsága, hogy mond ki, beszélj róla Istennek és Istennel. Mond ki Istennek. Beszélj Isten előtt arról, ami benned van, ami, ami, feszít, ami jobb, mint hogyha mások előtt, vagy mások felé hárítaná az ember a dühét, a haragját, a csalódottságát, vagy éppen a keserűségét. Mond ki Istennek beszélj ezekről, ne, ne legyél úgy, hogy az Isten előtt csak bizonyos szófordulatokkal, szóvirágokkal, csak egy vallási szakzsargonnal lehet beszélni, csak, csak, csak azok a bizonyos bibliai kifejezések, az üdv, a szentség, a megváltás, a, hogy csak ezek a szavak vehetik körül az ember gondolatait, amikor Istennek beszél. Dávid keserűen önti ki a szívét, mint egy vádolja dojégot Isten előtt, a Zsoltár első részében. A 7., 8., 9. versében Isten hívja ítéletre. Romlást hoz rád, Isten, végleg megragadt, kigyomlál hajlékodból, és kiszaggat téged gyökerestül az élők földjéről. Látják ezt az igazak, és félnek, és ő rajta meg nevetnek. Egy olyan férfi, aki nem Isten fogadta erőségévé, hanem nagy gazdagságában bízott, és gonoszságában volt az ereje. Egy gyakori zsoltárképpel találkozunk. A beültetett növény, de itt haszontalan gyomnövény, amit Isten megragad, kigyomlál, kiszaggat gyökerestől. Dávid azt mondja, hogy lehetetlen, hogy egy ilyen ember virágozzék. Lehetetlen, hogy egy ilyen ember a boldogság és a béke életét élje. Lehetetlen, hogy ne érje utol az az átok, vagy Isten ítélet a kettő legtöbbször a Bibliában egyébként a saját döntéseinknek egyszerűen törvényszerű következményeit jelenti. Nem igaz az, hogy Doégot Isten ragadta, gyomlálta, vagy szaggatta ki, de Isten elfordult tőle, mert Doég elfordult Istentől. Az ilyen ember, az ilyen állapot szükségszerű, törvényszerű következménye az elhagyatottság hiszen gazdagságban bízni, vagy hatalomban bízni, vagy földi sikerben teljesen reménytelen. Amikor Dávid ül, vagy áll, vagy sétál, és megfogalmazza ezt a Zsoltárt, akkor egy olyan ember gondolataival szembesülhetünk, akiben, akiben teljes összezavarodás van. Nem akartam a rosszat, és rossz lett. Csak kenyeret és kardot kaptam a kimélektől, és aki mélek, már nem létezik. Minek kellett nekem oda ennem, de nem én tehetek róla, de ki ez a dóég? Tornyosulnak a kérdések, az önmarcangolás és a kegyelemre való szomjúhozás Dávid lelkében. Aztán megáll és megkapaszkodik. Tudja, hogy Doég élete, biztonsága, gazdagsága és a király szolgálatában végzett Hűsége, lojalitása értéktelen. Tudja, hogy ezen nincsen áldás. Ezért megfogalmazza a reménységet, hogy Isten talán neki valami mást tud készíteni, mint zöldellő olajfa Isten házában. Bízom Isten kegyelmében, örökkön-örökké. Dávid azt mondja, hogy ha gyökereink az Isten kegyelméig érnek el, hogyha az Istenről való ismeretünk adja a mi önértékelésünket, hogy Isten szereti a világot, hogy Isten szereti az embert és szereti a bűnöst, és nem az adja az önértékelésünket, mint dolyégnak, hogy mit gondol róla a király, vagy ez, vagy az a befolyásos ember. Tudja Dávid, hogy a zöldellő olajfa, ami kiszakíthatatlan, ami olyan szép az ő örök vágya, hogy Isten házában, azaz az Istenhez legközelebb növekedik, Arról ismeretes, hogy az ember bízik Isten kegyelmében, mindig, örökkön örökké. Áldalak téged örökké, hogy így tettél, és szentjeiddel együtt nevedben reménykedem, mert jó. Dávid azt mondja, az ember a kuszaságban, az akaratlan, jó döntéseiből is fakadó rossz következmények terhe alatt is nem találhat másban reménységet, csak az Isten kegyelmében. Lehetnek és lesznek még olyan időszakok bármelyikünk életében, amikor nem akartuk, egy kicsit mégis összedöntöttük a világot. Ez a Zsoltár ilyenkor szól hozzánk, az összekuszált ember Zsoltára. De az arra bátorít minket, amit Dávid is tett. Mondd ki, beszélj róla, önts ki a szívedet Istennek, hozd meg a gondolataidat Istennel, és bíz benne, mert az ő kegyelme fel fog téged is emelni.